Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök Hargita magazin című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Kis kertészekről, a korondi nyílt napról a Lófő lovasudvar szervezésében, a székelyföldi hegyi tavak felszín alatti világáról, Csíkdelne fontos művészet történeti kincseiről tudhatnak meg többet, ha velünk tartanak. A Kiskertész program 2013-tól szerepel a Vidékfejlesztési Egyesület programjában. Zöldségmagok, föld és szeretet. Ez kell ahhoz, hogy elkezdjünk kertészkedni. Így tett több mint 900 gyermek az idén. Most 3-12 éves résztvevő kiskertjében nézhetünk be. A Kiskertész programba úgy történt a benevezésem, hogy a Technosz tanárnéni felhívott minket, hogy érdekelne ez a program, és egyből rávágtam, hogy igen, mert nagyon érdekel a veteményezés, és nagyon szeretem, amikor én magam állítom elő a gyümölcsöket, zöldségeket. Akkor megkaptam majdnem egy hétre rá a magokat, és akkor elkezdődött, április 20-án elültettük a magokat, és akkor vártam egy sok ideig, és öntöztem, kapáltam. Ültettem cukkinit, spenótot, borsót, répát, paprikát, uborkát, céklát, karfiolt. Sokszor volt úgy, hogy nagyon nagy szárazság volt, akkor sokat kellett öntözni, és reggel és este is. Vagy volt, amikor nagyon-nagyon vizes volt, és akkor aztán nagyon felgyomosodott minden, és akkor nagyon sokat kellett gyomlálni. Az motivált, hogy amikor a termések kibújtak, akkor nagyon boldog voltam, és nagyon finom termések lettek nagyon. A spenóttal volt egy olyan élményem, hogy nagyon szerettük volna, hogy először ültettem spenótot, és nem lettek szépek, nagyon hamar rá voltak fonnyadva, és nem volt finom, nem lehetett megenni, az nagyon szomorú volt, sajnos nem sikerült. A cukkinivel azzal nagyon kivételezek, mert azt nagyon szeretem, és nagyon finom lett, nagyon sok mindent lehetett belőle készíteni. Már majdnem mindent leszettünk, ami még maradt, azt még nevelgetem, és már megesszük őket. A leveleket, az elszállt leveleket vagy az állatoknak, vagy odaadjuk, vagy elkomposztáljuk. Jövőre igen, be szeretnék nevezni újra. Hát az iskolában mondták, hogy lehet így becsatlakozni, és utána hazajöttünk, megkérdeztem a szüleimet, és beleegyeztek, és utána kezdődött az egész. Adták a magokat, el kellett hozni, és utána kezdtük. Meg kellett egyszer kapálni, majd lyukakot csinálni, hogy a magokat el lehessen ültetni, aztán betömtük, és kezdtük öntözni. Minden reggel, amielőtt a nap felkel, vagy este, amikor a nap már lenyugodott. Retket, cukkinit, salátát, spenótot, uborkát és borsót. Nekem a kedvenc zöldségem a saláta vagy a spenót. Hát élvezem magát a kertészkedést, és azért szeretem, mert tehát jól jártunk, mert finom zöldségek lettek. Szeretnék gazdálkodni. Nem volt semmi se nehéz. Hallottam a kiskertész programról, hogy a tanárnő mesélte másnak, hogy ki szeretne benevezni, és én is alkalmat kaptam rá, és beneveztem. Tanuljak kiskertészkedni, úgy érte, hogy tanuljak meg beteményezni. Nem sok tapasztalatom volt, de kíváncsi voltam. Egyszer is meg kell csinálni az ágyásokat, aztán belévetni a magok, megvonalazni, úgy érte, hogy csíkokot húzni a magoknak, a magokat belevetni, majd megöntözni. Hát iskola után inkább. Iskola után gondoztam, és úgy öntözgetni minden második nap. Elég sokszor volt ilyen, megfeledkeztem a zöldségekről, és úgy maradtak. Ültettem cukinit, sárgarépát, saláta, retek, cékla, borsó és spenót, azt hiszem ennyi. A borsót jobban szeretem, mint a többi zöldséget. Hát az vele is pont ugyanúgy bánok, mint a többivel, csak azt többször gyomlálom meg. Nagyon fontos, hogy egészségesen táplálkozzak.
Szeretem nézni, hogy fejlődnek a zöldségek, és öntözni is. Ezeket szeretem, mert szeretek locsolni. A legnagyobb nehézség a gyomlálás. Hát a legszebb ebben az időszakban az volt, hogy tudtam nézni, hogy fejlődnek a zöldségek, és zöldségsalátát lehetett belük csinálni, és nagyon jó volt. Anyukámtól és apukámtól tanultam ezeket. Szeretnék még folytatni ilyen magveteményezést. Nagyon jó szórakozás, és időt lehet vele tölteni. A Hallgatói Tanácsának Vidékfejlesztés Egyesülete szeretné, hogy ez a program, amely most már több mint 1000 gyermeket foglalkoztat több mint 7 éve, hogy még jobban kiterjedjen, még több gyereket bevonjunk, hiszen ez a fő cél, hogy kis kertészeket, önfenntartó kis gazdaságokat hozzunk létre, hogy majd a jövő generációja elmondhassa, hogy biogazdálkodást folytat és meg tud élni vidéken is. Én arra buzdítanám azokat a gyerekeket, akik nem vettek eddig részt a programba, hogy jövőben mindenképp nevezzenek be és próbálják meg, hiszen ez egy kihagyhatatlan alkalom arra, hogy megtapasztaljuk, milyen is a vidéknek az íze. Térdelő Ferences Endi szerzetes szobor készül Gyergyószárhegy központi részén a helyi kulturális és művészeti központ előtti térre, Ervin Páter tiszteletére. Az elképzelés a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, a Kájoni János Alapítvány és az Erdély Ferences Rendtartomány, valamint civil adományok hozzájárulásával, illetve várhatóan magyar kormánytámogatásból valósul meg. A felvételeken is látható helyszínen a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ előtti téren állított egy térdelő szerzetest ábrázoló szobrot Szárhegy önkormányzata, Ferenc Béla Ervin atya emléke előtt tisztelegve. Élő nagyságú szobrot terveztettünk ide. Polgár Botond szobrászművész tervezte meg és készítette el a mintát. Ervin atya emlékére, Ferenc Béla Páter Ervin emlékére, aki Gyergyószárhegy szülötte volt, és idén lett volna 100 éves. Őt ugye már eltemettük itt a Szárhegyi templom sírkertjébe, Ferences templom sírkertjébe, viszont azt a szellemi örökséget azt nem tudjuk eltemetni és feledni, amit hagyott hátra, és ennek emlékéül úgy gondoltuk, hogy egy élőnagyságú szobrot fogunk állítani itt a Művészeti Központ előtti téren, amit most Bot Ferenc térnek hívnak újabban. Itt lesz egy komoly területrendezés, és a szobor itt kap helyet az első gesztenyefa helyében. Az elképzelés szerint Ervin atya születésnapjára, a nyár elejére szerették volna elkészítetni a szobrot, ez azonban akadályba ütközött, de találtak más megoldást a kérdésre. Magyarországon pályáztunk a Bethlen Gábor alapnál a szobornak a kifizetésére, tehát az ellenértékére, és a vírus helyzetre való tekintettel azt a választ kaptuk, hogy idén nem tudják ezt támogatni. Állítólag semmilyen ilyen kulturális emlékművet nem tudtak idén támogatni, tehát szobrokat főleg nem. Mi ezt megértettük, és akkor fordultunk Bőte Csaba atyához, Bőte Csaba testvérhez, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjéhez, hiszen ő neki nagyon közeli, mondhatni azt is, hogy apja volt neki, Ervin atya, tehát nevelője, és természetesen nagyon jó indulattal és jó szándékkal fogadta a megkeresésünket, és mondta, hogy mindenképpen segít. Úgyhogy megosztottuk most már a költségeket, hát itt lényegében 9 millió forintról van szó. Ez a teljes kivitelezési értéke, tehát ebben benne van a mintakészítés, a bronzöntés, kő, ideszállítás, a többi fölállítás, minden. Ennek egy, hát majdnem felét fölvállalt a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, ők külön szerződést kötnek az öntő mesterrel, és a tervezés részét pedig, és az egyebeket, azt pedig mi fogjuk támogatni, nem mint önkormányzat, hanem mint civil kezdeményezés az önkormányzat indítványára. Azok, akik támogatni szeretnék az elképzelés kivitelezését, a részleteket megtalálják Gyergyószárhegy Facebook oldalán. Ferenc Béla Ervin atya 1920. május 10-én született Gyergyószárhegyen, 1938-ban Medgyesen öltötte magára Szent Ferenc ruháját a kisebb testvérek rendjének erdélyi tartományában. 1943-ban Gyulafehérváron szentelték pappá. Lelkipásztorként többek között Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Zetelakán, Tornyán, Désen, Déván, Fogarason és Gyergyószárhegyen tevékenykedett. Életét az evangéliumért és az igazságért való kiállás jellemezte, amelyért a kommunizmus ideje alatt két alkalommal is börtönt viselt. Az atya 2013-tól Csíksomjon teljesített papi szolgálatot, életútjának elismeréseként
2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, 2011-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét vehette át. Korondon tartott nyílt napokat a lófő lovasodva csapata a hónap elején. Az érdeklődés ezúttal is igen nagy volt. Hargita és Maros megyéből egyaránt érkeztek gyerekek a sóvidéki településre. A lófő lovasudvar csapata évente több nyílt napot is szervez, népszerűsítve a lovaglást és az ehhez kapcsolódó életmódot. Idén a koronavírus járvány alakulásához igazodtak e tekintetben is. Legutóbb Korondon fogadták az érdeklődőket. A sóvidéki községet gyakran látogatják, tudtuk meg. 20 lóval jöttünk, ez mind a lófő lovasudvartól jött, mind a 20 ló. Illetve a gyerekek, az a lovasok, az nagyon szétszorodó, mert para, kibé, udvarhely, minden felérül vannak, tehát elég nagy a kör, úgymond. Hogyan néz ki a hétvége programja? Tegnap délután, az péntek délután átlovagoltunk az udvartól ide. Ma egész nap itt ellovacskázunk, bárki kipróbálhatja, kedvet szerezhet a lovagláshoz, és holnap délelőtt megyünk vissza a tanyára. A gyerekekkel két oktató foglalkozott a nyílt napok alkalmával, a csoportok felváltva ismerkedhettek a lovaglással. Nagy Csilla közel 2 éve dolgozik együtt a csapattal. Én elvégeztem Magyarországon a Testnevelési Egyetem lovaskultúra oktató szakát, és akkor gondolta őcsi, hogy amivel tudok, akkor segítsek neki. Milyen ez az együttműködés? Hát tökéletesen tudunk együttműködni, azt tudom mondani, teljesen megtaláltuk az összhangot. Úgy érzem, hogy kiegészítjük egymást nagyon sok minden dologban. Milyen hangulatban zajlik a nyílt nap? Hány gyerekkel vagytok itt Korondon? Hát elvárásaink felett vagyunk most itt Korondon a nyílt nap kapcsán. Hát 20-valahány gyerek és 20 ló, ez szerintem egy nagyon szép létszám, ami itt összegyűlt most. Luca amellett, hogy rendszeresen lovagol a csapatnál, önkéntesként, amikor csak teheti, munkájukban is segít. A társaság nagyon jó. Elsőre ilyen nagyon szűknek és zártnak gondoltam, de könnyen be lehetett illeszkedni. Bárki számára könnyű. Miért döntöttél úgy, hogy eljössz erre a nyílt napra? Már nyár óta gondolkodtam azon, hogy évközben hogyan lehetne megoldani a lovaglást, mivel az iskola miatt nem tudtam volna rendszeresen járni, és megkérdeztük öcséket, hogy mikor lehetne esetleg egy ilyen túrára eljönni, úgyhogy ezért jöttünk. Délelőtt leginkább azok a gyerekek vettek részt a programokon, akik rendszeresen megfordulnak a csapatnál. A nap további részében is nagy volt az érdeklődés, sokan ellátogattak a nyílt napokra, volt, aki csak az állatokkal ismerkedett, a bátrabbak a lovaglást is kipróbálták. A székelyföldi hegyi tavak felszín alatti világát kutatja egy jó ideje dr. Hans Péter, biofizikus. Korábban is számos, soha nem látott felvételt készített a víz alá merülve, a medve, a Szent Anna vagy akár a gyilkostóban. A székelyföldi tavak, illetve az extrém környezetek metagenomikájának tanulmányozásába kezdett dr. Hans Péter, biofizikus kutató. A tudományos megnevezés tulajdonképpen a vízi világ baktériumainak közösségét és azok viszonyainak feltérképezését takarja. Korábban a Szent Anna-tóban, a Szovátai Medvetóban, a Mohosban, a Kolozsvár melletti Székitó mélyén, illetve a Gyilkostóban is végzett kutatást a biofizikus. A vizek alá merülve fénykép és videófelvételek készültek, melyek számos nemzetközi földrajzi folyóiratnak az érdeklődését is felkeltették, ezért érdemesnek látták folytatni a munkát. A napokban a kutató visszatért a Gyilkostóhoz, hogy egy nagyon különleges eszközzel tárja fel újra más szemszögből a víz alatti mélység világát. Hosszas érdeklődés után sikerült egy hangradart kerítenünk. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a Budapest-Csepeli Hajós Paradicsom Kft.-nek, aki ezt a hangradart a rendelkezésünkre bocsátotta, és a hangradarral sikerült a tavak mélyére látnunk. A Szovátai Medvetónál pontosan kirajzolta a hangradar az úgynevezett haloklint, ahol a sókoncentráció hirtelen megugrik, sőt, a tó fenekét nem is látta, lejjebb annyira megnő a sókoncentráció. A Szent Anna tónál olyan furcsa torzulásait láttuk a tóra lerakodott iszaprétegeknek, ami talán arra is utalhat, hogy ott valami felszivárogatóból.
Itt a gyilkostóban pedig ma reggel, 1-2 órával ezelőtt először tárult fel előttünk teljes pompájában a tó mélyén levő erdő, a hangradarnak a magas frekvenciájú hangképe, ezt szinte fényképp pontossága, fényképp precizitással leképezi. Csodálatos látvány volt. Ez az eszköz egészen a tófenekéről is képes felvételeket készíteni. Tamás Szilvia kutatóasszisztens közreműködésével, kameránkkal is rögzíthettük a képanyagot, melyről számos információ kiolvasható. Ez egy olyan kép, amelyik alacsonyabb akusztikus frekvencián készült, és ezzel egy kicsit részletesebben lehet látni a talajszerkezetet. A piros az egy puhább, és a kék az egy keményebb talajnak felel meg. Ez egy nagyon érdekes felvétel, ez egy úgynevezett oldalképe a szonárnak, amit úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen szárnyakkal megtoldott háztetőt lapítanánk ki egy síkkal. A tudományos tevékenységen túl a látványosság bemutatása, a hétköznapi emberek ismeretvilágának gazdagítása is cél lett. Azt szeretnék, hogy minél nagyobb közönséghez eljusson a fantasztikus szépségű képanyag. Ezáltal a székelyföldi hegyi tavakat fel lehet tenni egy olyan turisztikai térképre, amin eddig még nem voltak fönt. És mint említettem, az alapkutatás a metagenomika volt, tehát a baktérium közösségek feltérképezése, később esetleg új fehérjéknek a felfedezése, amiből az egész indult. És mondhatni, a fényképezés és a filmezés egy melléktermék volt, de most már az is egy külön ággá nőtte ki magát. A kutató később búvárruhában is lemerült a vízfelszín alá. Ennek stratégiai partnere és a felszerelés egy részének biztosítója Szaniszló Csaba búvároktató és hegyi mentő búvár volt. A csíkdelnei keresztelő Szent János római katolikus templom fontos művészettörténeti kincseket őriz, többek között egy 1673-ban készült kazettás mennyezetet, illetve a térség egyetlen eredetiben megmaradt szárnyas oltárát. Ha Csíkpáfalván és környékén indulunk biciklitúrára, érdemes felkeresni a Delnei Szent János templomot, melynek csendes, nyugodt környezete gyakran megállásra készteti az itt elhaladót. A helyiek közül sokan úgy érzik, hogy jó ennek a templomnak az árnyékában, udvarában megpihenni, időt tölteni. Történelmileg is, sőt művészettörténetileg is egy érdekes helyszín, és van amiről mesélni, van amivel gazdagodni. Most megkérem akkor Tövisi Zsoltot, hiszen ön vett részt ennek a templomnak az utóbbi időben a karbantartó munkálatok. Most nagyon szépen látszik, a bejárat fölött egy falfestmény van feltárva. Mit lehet tudni erről a festményről? Ez a festmény, ez korábbi, mint a templomnak a mai gotikus képe. És ezt, amikor helyreállították legutóbb a 2000-es években, akkor bizonyították be ezt a sejtést, hogy meg lehet figyelni, hogy a támpillér, ami a szentéllyel együtt egy időben készült a 15. század, 16. végén, 16. század elején, tehát azon a fordulón, az utólag ráépült, és a falkép befut alája. Tehát ez a falkép, ez 14. század közepi, és nagyobb felületet foglalt el, csak a gótikus nagyablakokkal megszakították, roncsolták, illetve a 70-es években egy kutatást is végeztek, meg valószínűleg elvitték az első jelenetet, a 4 jelenetből, ami látszik Bukarestbe, ahol sajnos eltűnt. Arra hivatkoznak, hogy a földrengéskor meg elpusztultak azok a leválasztott freskó részletek, az a bevonulást Jeruzsálembe ábrázolta, és még voltak régebbi adatok arról, hogy ez a déli fal kifestése, ez teljesebb volt. Beszéljünk egy picit a mennyezetről, hiszen nekem úgy tűnik, hogy
A Csiki medencében, a római katolikus vidéken nagyon ritka az, hogy kazettás mennyezet legyen a templomokban. Hogyha Homorod mentén jár az ember az unitárius vidéken, akkor szinte minden második vagy egymást követő templomokban is kazettás mennyezeteket találkozik. A Csiki medencében én úgy tudom, hogy ez az egyedüli, nem? Nem tudnám megmondani, az egy Gelencén nagyon híres festett mennyezet van, és az még a Szentföldnek nevezett katolikus végpont. Tehát van, csak nem annyira elterjedt. Elképzelhető, hogy pénzügyi oka is van ennek, ugyanis egy templomot, hogyha jó módú volt a közösség, akkor boltoztak. Ha pedig valami baleset következtében megváltozott, vagy nem volt pénzük befejezni, akkor tértek rá az egyszerűbb sík mennyezetre, a festett kazettás mennyezetre. És a reformációt követően ez a módszer, ez dekoratívabb is, ugye ott száműzték az egyéb díszítést a templomból, és akkor a kazetták formájában próbálták egy kicsit enyhíteni ezt a szigort. Hát ezek virágmintás. Hát igen, ez egy kazetták, és 1673-as? Igen. Ez voltak festőkörök, iskolák, akik mesterkörök, akiket meghívtak ilyen kazetta készítésre. Kazettának mondjuk, de tulajdonképpen nem hasonlók az olasz reneszánsz kazettákhoz, mert az egy osztórendszer, egy gerenda rendszer közé foglalt, kitöltő deszkázat. Viszont itt 4 méter szélességben, 4 méter hosszúságban vannak felfogatva a megfestett kazetták, illetve deszkák, és utána egy takaró létszezéssel hozzák ki azt a formát, ami a kazettára utal. Ez az a szárnyas oltár, amely szintén nagyon fontos művészettörténeti szempontból is, illetve hát most már ezek is nagyon régiek a Csiki medencében. Igen, ez egy késő reneszánsz oltár, és az adományozója, a készítője is megörökítette magát rajta. Ott azon a kis címer pajzson szerepel az Anno Domini 1675, illetve a monogramja készítőknek. De ez eredeti állapotában van meg, ez a szárnyas oltár. Ez egy eredeti állapotában levő szárnyas oltár, amit szerencsére nem befolyásoltak, nem festettek át, nem építettek át. Úgyhogy ez egy kuriózum. Sajnos a testvére, ahogy mondják, a zsögödi, csíkzsögödi oltár nem tudott ilyen éppen megmaradni, mert azt átépítették, és eléggé komolyan beleavatkoztak, úgyhogy ez egy hiteles régi dolog. Most ebben a formájában ugye keresztelő Szent János látható középen. Igen, ő a templomnak a titulusa, tehát ez a védőszent. De mutassuk meg, hogy hogyan működik, hogyan használható Igen, van egy a születéshez kapcsolódó ábrázolássor, ami a karácsonyi ünnepkört ábrázolja, illetve amikor eljön annak az ideje, akkor a szárnyas oltárnak ékekkel rögzített ajtait is be, megmutatja neki. Ki lehet nyitni. És akkor a másik a szenvedést illusztráló húsvéti ábrázoláskör az válik láthatóvá. Ez nagyon szép.
Ennyi volt már a Hargita magazin, köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!